Figyelj, hogy érthető legyen és kifejező a szöveg. Különleges hangszíne van Velecki Ramónának. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 12-es diákja november végén nyerte meg az országos Gregor József énekversenyt korcsoportjában. Tanára Ács Gabriella szerint Ramónában minden megvan ahhoz, hogy sikeres művész váljon belőle. Úgy szoktam mondani, hogy a tehetség az több összetevős, és neki minden összetevője megvan hozzá. Van egy olyan különleges hangja, hangszíne, ami nagyon kevés embernek van. Nagyon könnyű tanítani, ezen kívül szorgalmas, tehát hogyha egyik nap feladott neki valamit, következő napra megtanulja. Ramóna a Gregor József énekversenyen az első hely mellé 4 külön díjat is kapott. Eddig több megmérettetésen ért el első vagy második helyezést. A fiatal tehetség a sikerek mellett céltudatosan tervezi a jövőjét. A hosszú távú szeretnék mindenféleképpen operaházban énekelni, és a rövid távú szeretnék bekerülni egy magas szintű egyetemre, és szeretném, hogyha minél több ismert és elismert embert ismerhetnék meg a szakmában, és szeretnék minden nagyobb és nagyobb emberektől tanulni. A tanárnő 2 diákjával nevezett az országos versenyre. Nagy Laura a művészeti 13. évfolyamára jár. Ő is szép eredménnyel zárt, az erős mezőnyben döntős lett kategóriájában. Laurának eddig kevesebb a versenytapasztalata. Egy online versenyem volt ezelőtt, amin második helyezést értem el, és azt kell, hogy mondjam, hogy jó érzés volt megtudni, hogy milyen így élőbe teljesíteni, hogy teljesen más azért, mint az eddigiekben, hogy online tudtunk csak ilyen versenyeken részt venni. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon sokat tanultam belőle, hogy mit kell jobban csinálni, mit tudok még fejleszteni. A fiatal tehetségek már a következő versenyre is beneveztek. A Danubia Talents nemzetközi zenei versenyt online rendezik meg. Ezen mindkét fiatal indul. Eredmény december végén várható.